Gémesi György Gödöllő polgármestere szombaton sajtótájékoztató keretében országosan is bejelentette az Új Kezdet nevet viselő párt megalakulását. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a különféle utcai és politikai erőtérben lévő csatározások részei szeretnénk lenni. Az Új Kezdet nem így alakult meg, hanem egy olyan alternatívát szeretne állítani a mai kormányzattal szemben, mely alternatíva egyrészt megvalósítja a 12 pontot, másrészt pedig nyilván egy új kezdet alapján egy kormányzati alternatíva formájában versenybe száll a parlamenti választásokon, később az önkormányzati választásokon és az Európai Uniós választásokon is. A politikus hangsúlyozta, hogy a párt alulról építkezik, de az országos politikában jártas szakértők is állnak mellette. Jelezte az Új Kezdet országos lepedettségű párt, de tagjaik egy része csak később, októberig fog színre lépni. Gémesi György azt is bejelentette, pártja népszavazást kezdeményez, amelynek célja, hogy az elmúlt 30 év minden kormánytagja, képviselője és polgármestere essen át vagyonosodási vizsgálaton. Az Új Kezdethez hozzátartozik az is, hogy véget akar vetni a bal és jobb oldal éles elkülönülésének, ellenségeskedésének, fogalmazott Gémesi György. A pártelnök bemutatta az elnökség tagjait is, akik valamennyien vidéki polgármesterek.